Ebben a videóban az Európai Unió és tagállamai című videósorozatunk következő epizódjaként a balti tenger partján lévő első országgal, Litvániával fogunk megismerkedni. Amennyiben foglalkoztat benneteket az ország földrajza, illetve emelt vagy középszintű érettségire készültök földrajztantárgyból, mindenképp megéri velem tartanatok az elkövetkező percekben, hisz meglehetősen sok földrajzi érdekességet tartogat számotokra a videó, amennyiben nyomon követitek jelen felvételemet. Litvánia, vagy hivatalos nevén Litván Köztársaság, litvánul Lietuvos Respublika, Európa északkeleti részén a balti tenger partján található állam. A három balti ország, Litvánia, Lettország és Észtország közül utóbbi területe a legnagyobb, ami 65.300 négyzetkilométer tesz ki, népsűrűsége 43 fő per négyzetkilométer, lakossága egy 2022-ben kelt népszámlálási adat alapján 2 millió 750 ezer fő, fővárosa Vilnius, az egyfőre eső GDP aránya pedig 28.094 USA dollár. Szárazföldi határait északon Lettország, délen Lengyelország, délnyugaton a Kaliningrádi exklávé értelmében Oroszország, tengeri értelemben véve pedig a Balti-tenger és az annak északi partjain elterülő Svédország jelenti. Litvániáról azt tudni érdemes, hogy amint már Lengyelországnál is említettem a történelmi szekcióban, a középkorban egészen pontosan 1385 és 1795 között Lengyel-Litván unióként működött, majd először personál, később pedig reálunióvá lett. A két történelmi fogalom közül a personálunió azt jelenti, hogy két országnak közös uralkodója van, de bizonyos ügyeiket, például közigazgatás, külön intézik. A reálunió egy szövetségi alapon működő decentralizált államot jelöl, melynek uralkodója bizonyos döntések meghozása esetén elkerülhetetlenül fontos szereppel rendelkezik, azaz kettő vagy több állam egy korona alatt történő egyesülése, mely során a personálunióhoz hasonlóan bizonyos közigazgatási ügyek az anyaország irányításától függetlenül intéződnek. 1795-ben ez az államalakulat megszűnt, mivel Lengyelországot Poroszország, Oroszország és Ausztria három részre szakítva felosztotta egymás között. Az ország történelmének második sarkalatos pontját az orosz birodalomhoz való tartozás jelentette, melynek tükrében Litvánia szinte teljes területét a birodalomba forrasztották. Ez egyet jelentett az orosz közigazgatás és jogrendszer bevezetésével, illetve a latinbetűs írás beszüntetésével. Az ország véres harcok árán a 20. század elejére elérte a katolikus egyházzal karöltve, hogy függetlenné váljon, azonban a szabadságának az első világháború vetett véget, amikor is ismét megszállás alá került. A megszállás alól 1918-ban szabadult föl, amikor is Kaunasban aláírták Litvánia függetlenségi nyilatkozatát. Az ország történelmének harmadik sarkalatos pontja Szovjetunió megalakulása volt, amikor is 1939-ben a Molotov-Ribbentrop paktum rendelkezéseinek alapján érdekszféraként könyvelt el a szovjet társadalom. Ez áradéknak köszönhetően egy évvel később a Vörös Hadsereg megszállta, majd 1940. július 21-én kikiáltották a Litván Szövetségi Szocialista Köztársaságot, augusztus 3-án pedig beolvasztották a Szovjetunióba, melynek első ízben 1941-ig, a német megszállásig, később a gorbacsovi perestrojka idejéig részét képezte.
Előbbi dátum ráadásul azért is döntő, mert ekkor egyrészt német barát kormányt alapítottak, másrészt a területén élő zsidóság 40%-át koncentrációs táborokba hurcolták a nácik. 3 évvel később azonban a szovjetek újra rátették kezüket az államra, és kollaboráció vágyában 100 000-eket deportáltak területéről Közép-Ázsia és Szibéria táboraiba. Ennek keretein belül megkezdődött az erőszakos szovjetesítés, melynek köszönhetően Litvánia lakosságának 5%-a orosz állampolgár lett. Ebből a helyzetből végül kiutat 1988 és 90 között talált magának, hiszen 1989-ben a litván legfelsőbb tanács hivatalossá tette a litván nyelvet, 1990-ben pedig, hogy összehangolhassák politikájukat a lettek és észtek politikai irányításával, a helyi kommunista ellenes népmozgalom a Szajúdisz vezetésével először függetlenségét, később pedig köztársasági mi voltát kiáltották ki. Voltak épp az előzőleg összefoglalt történelmi eseményeknek és a pluszként hozzáadódó középkori feudális rendszernek is köszönhető, hogy gazdaságilag viszonylag fejlett országnak nevezhető, mivel mind ipari, mind pedig mezőgazdasági szempontból jelentős akadályokkal kellett szembenéznie. Ebből az következik, hogy energiahordozókban és ásványkincsekben szegény, ami komoly problémát jelent lakóinak számára, hiszen importra szorul. Területén elsősorban kvarchomok, agyag, mészkő és dolomit található, melyek az üveggyártás számára nélkülözhetetlen nyersanyagkészletek. Villamos energia ellátását a Csernobil típusú ignalinai atomerőműve biztosította, azonban 2009-ig az időközben életveszélyessé vált épület összes reaktorblokját le kellett állítania, így kénytelen volt a vízenergia felhasználását előtérbe helyezni. Ipari szempontból viszonylagos enyhülést a Szovjetunióba történő beolvasztása jelentett, hiszen a szovjetek erőteljes ipari fejlesztésekbe kezdtek területén, amelyhez az alapanyagot orosz területekről juttatták a térségbe. Ennek is köszönhető, hogy gazdasága főként a gép- és vegyiparra épült ki, noha a litvánok emellett foglalkoznak hajógyártással és javítással, élelmiszeripari cikkek előállításával, fa- és papíriparral, textiliparral is többek között. Élelmiszeripara erőteljesen a hús, tej, malom és cukoripar termékeinek előállítására fekteti a hangsúlyt, melyekhez elsősorban baromfit, szarvasmarhát és sertéseket nevelnek. Területének 46,7%-a szántóföld, 7,3%-a rét vagy legelő, 30,7%-a erdő, 15,3%-a pedig terméketlen, illetve beépített terület. Ez azért döntő jelentőségű, mert ebből adódóan az állattenyésztés adja az ország élelmiszer szükségletének közel 2/3-át, míg a növénytermesztés csak 2/5 részét teszi ki. Szántóföldjein, melyek közül a legtermékenyebb régió az ország középső hányadát foglalja el, elsősorban zöldségféléket, gabonaféléket és az istállózó állattartáshoz szükséges takarmánynövényeket termesztenek. Legfontosabb ipari és mezőgazdasági települései a régió déli részén fekvő Kaunas, valamint az egyetlen tengeri kapujaként ismert Klaipeda, ahol hajógyártással és javítással foglalkoznak. Természetföldrajzi tekintetben elmondhatjuk Litvániáról, hogy területének mindössze csak kis hányada, azaz 38 kilométeres partszakasza áll összeköttetésben a Balti-tengerrel, noha 99 kilométeres szakaszon homokos parttal rendelkezik.
Maga az ország a kelet-európai síkság legnyugatibb csücskében fekszik, aminek köszönhetően szinte teljes területe síkvidék és dombvidék ötvözete. Területét az utolsó jégkorszaki eljegesedésből fennmaradt gleccserek hullámosra formálták, aminek köszönhetően alakultak ki az imént említett sík és dombvidékei. Az ország legmagasabb tengerszint feletti magassága ebből adódóan 297,84 méter, melyet a kelet-délnyugati részén elterülő termékeny síkságok választanak el Smogícia nyugati felvidéki régióitól. Legmagasabb pontja az ország keleti részén magasodik, amely nem más, mint a 294 méter magas Augstojas-hegy. Térsége egykor erdőségekben gazdag földrajzi terület volt, azonban az ember erdőirtási gyakorlatának köszönhetően ez mára már 30%-os értékre csappant. Erdőségei elsősorban az zajnövényzetben megbúvó gombákban és különféle bogyós növényekben gazdag, ezüst illetve lucfenyvesekből, kisebb részint pedig kőris és tölgyerdőkből állnak. Litvánia területén összesen 758 darab folyó található, melyeknek hossza meghaladja 100 kilométert. Legjelentősebb folyója Fehér Orosz, Uzdai járásban, 176 méter magasságban eredő és összesen 98.000 négyzetkilométeres vízgyűjtő területtel megáldott Nyemán, vagy litvánul Nemunas, aminek az országhatáron belüli szakasza 459 kilométer, de ide sorolhatók még a Neris, 510 kilométer, Venta, 346 kilométer, és a Sesupe, 298 kilométer is, azonban közülük is csak a Nemunas hajózható, amelynek hajózásra alkalmas hossza mindösszesen 600 kilométer. Litvánia alapvetően a nedves kontinentális és óceáni klimatikus zóna határán helyezkedik el, melyből az következik, hogy telei és nyarai egyaránt kellemesen hűvösek, enyhék. Tengerpartjain az évi középhőmérséklet átlagosan 0 és 20 Celsius fok között alakul, az ország belső hányadában ez esetenként meghaladja a 30 fokot is. Mindemellett a kontinentális hatásokán az ország egyes területein nem kizártak az extrém hőmérsékleti értékek sem. Így például a valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet Litvánia keleti részén regisztrálták, ahol mínusz 43 fokot mutattak a hőmérők. Másik megemlítendő éghajlati szempontja az évi csapadékösszegek alakulása, ugyanis ez az érték általában 7 és 900 mm környékén tanyázik, melyből értelemszerűen a legkevesebb csapadékot a tengerparti régió, a legtöbbet pedig az ország belső hányada kapja. Ebből kifolyólag a belső tájakon a heves viharok kialakulási esélye az odaérkező szibériai légáramlatok okán vajmi csekély, viszont a tengerpartoknál szinte mindennapos jelenségnek számítanak. A leggyakoribb csapadékfajtája havas eső és nyári időszakokban az eső. Litvánia demográfiai szempontból elmondhatja magáról, hogy lakosságának több mint 80%-a litván állampolgár, viszont előfordulnak területén a történelmi összefoglaló során említett orosz, lengyel, tatár, lipek és belarusz népek is. Érdekesség az orosz népekkel kapcsolatban, hogy előfordulási helyük jobbára a litván fővárosban Vilniusban és Klaipédában található. Az ország hivatalos nyelve a szintén említett indoeurópai nyelvcsalád balti ágához tartozó litván, de beszélnek még ezen kívül orosz, belarusz és lengyel nyelveken is.
Vallási megoszlás alapján Litvánia elmondhatja magáról, hogy lakosságának 90%-a a római katolikus vallás követője, de a területén élő kisebbségek egy része görög katolikus, 5%, evangélikus, 3%, 0,6%-uk pedig az iszlám vallás követőjének tartja magát. És most, földrajzi ismertetőnk végére érve illik pár szót szólnunk, Litvánia legnépesebb városairól is, melyek a következők. Vilnius, Kaunas, Klaipeda és Jauliai, hiszen Vilniust 581.475-en, Kaunast 305.120-an, Klaipedát 158.420-an, Jauliait pedig 104.300-an lakják.